2015-ben is folytatódtak azok a beruházások Ajakon, amelyek a lakosság életminőségének a javulását célozták, tájékoztatott a város polgármestere. Egyebek mellett bővítették a sportolási lehetőségek körét, műfüves pályát és hozzátartozó világítást kapott a sportpálya, de további tervei is vannak a város vezetésnek. Reméljük, hogy folytatódik a tanúszoda program, és itt szeretnénk az elsők között, vagy a második körben elnyerni azt a lehetőséget, hogy tanúszodát építsünk, hiszen a számításaink szerint, és valószínű, hogy minden járás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ebben a cipőben jár, járásonként legalább 4-5 tanúszodára van szükség ahhoz, hogy a harmadik osztálytól felfelé a általános iskolás gyerekek legalább heti 2 alkalommal tudjanak reggel 8 és délután 4 óra között 1-1 órát úszással tölteni. Ha nincs 4-5 úszoda, akkor ez nem lehetséges. Ez ugye egy kormányprogram is, ha jól tudom. A további tervén között szerepel a csapadékvíz rendszernek a folytatása. Tavaly évben adtuk át a település 45%-át lefedő új csapadékvízelvezető rendszer, ez egy közel 330 milliós beruházás volt. A maradék 55%-ot azt szeretnénk a jövő évben bepályázni, a tervekkel 95%-os készültségben vagyunk, ahogy látjuk a kiírást, akkor ezeket természetesen adattáljuk és engedélyeztetjük, és ez lesz további infrastruktúrális javulást eredményez a településen. Intézményei korszerűsítésére is nagy hangsúlyt fektetett idén az ajaki önkormányzat. 124 millió forintos támogatással létrehozták az alapszolgáltatási központot, valamint mellette az egészségügyi központot, ami további 70 millió forintból valósult meg. Napelemeket telepítettek továbbá a település iskolájára, valamint hőszigetelést kapott például az óvoda és a városháza is. Az önkormányzatnak jövő évre is vannak már hasonló tervei. Szeretnénk egy közel 500 millió forintos új zöld város Péter Töréget programot adaptálni, illetve erre szeretnénk pályázni. Ebben nem más van, mint barna mezős beruházásként és zöld mezősként szereplő terek, piaccsarnok, piacterület, infrastruktúra, úthálózat, és különös tekintettel vagyunk arra is, hogy fejlesztési elképzeléseink között első körben szerepel az új városháza építése. Ezt valószínű most értékeltük a pályázati kiírásokat, hogy valószínű csak barna mezősben lehet megvalósítani, erre is fel vagyunk készülve, ez a barna mezős épületünk rendelkezésre áll a Péter Tó központ, fesztivál központ szélében, ez az egyik legfontosabb projektünk. Ebben az évben renoválták a ravatalozót is, ami a külső helyreállítások mellett hőszigetelést is kapott. Kerekes Miklós hozzátette, a településen megállt a népesség fogyás, jelenleg mintegy 4000-en élnek Ajakon.